Sziasztok! Hello mindenkinek, jó estét! Sziasztok, srácok! Egyébként lehet, hogy fura lesz a hangom, mivel be vagyok rekedve. Elment a hangom, mert beteg vagyok sajnos, de most ugye megint elkezdődött ez a tét meccs cucc, és a klánomnak fogom lelájvolni a tét meccset. Úgyhogy ez a live erről fog szólni. És raktak spectatorbe. Több menet lesz. Nézzük, azt nem tudtam, hogy ki ellen megyünk. Secret. Hallottam már róluk. Meg a előnevüket is sokszor láttam. Hello Gamer Withun. Hello mindenkinek. Még egyszer mondom, hogy a fura a hangom, meg néha elmegy a hangom azért, mert beteg vagyok. Hogy hát már jobban vagyok, de a hangom az még el van menve. Azért sokszor így megcsuklik a hangom, meg elmegy a hangom, úgyhogy sorry. Nézzük. Kis Danyi. ST Horváth. Gengon. Jengzon. És Wonder. Ez egyik ember az nem abban a klánban van, de hát biztos, hogy ő is ott van. Egyébként a Gabi az még nem tudom, hogy miért nem érkezett meg. Mi a tét? Hát igazából újra elindult elvileg ez a klán toplista, és mindig az a tét, hogy előrébb kerüljen az adott klán. Úgyhogy mi most a top 10-be vagyunk, azt hiszem. És na, annyira nem vágom, mivel a Gabi kért meg engem is, hogy live-oljam le. Úgyhogy a Gabi vezeti a klánomnak a tétmeccses meccseit. És már most elment a hangom. Fasza. Hol lehet nézni a top listát? De a Gabinak a csatornáján van kint ilyen live, meg valami videó is. De egyébként a Facebook csoportba szokták kirakni. Vagy hát amikor régebben volt, ott volt a top lista. Mindig a Facebook csoportba volt felfrissítve. És na végre megjött a demon is, fasza. Tehát akkor erről egy VS Secret tét meccs megy most. A hangomért sorry. Most sajnos ezzel nem tudok mit csinálni. Néha elmegy a hangom, a mondatok között ez van most. Nézzük Demont, a csoportvezetőt, hogy micsoda nagy iszonyatos taktikákkal fognak előre menni. Lehet, hogy nem kellett volna MP-vel lőni, mert már tudják, hogy mire készül az erre egy, de hát ez szerintem már minden csapatnál alap, ez a UMP-s taktika. Nagyon szép, Gabi egyet már fektetett is. Nézzük Sasuke JT. Kerülni próbált egyet Dezerttel, jó kis bunny skinnel. Hoppa hoppa, sajnos Nexon meghalt, viszont egy embert ő is megölt. Gabinak a Nokia az nem tudom, hogy hova lett. Most nem tudom figyelni a csetet, szóri srácok, kommentálom a meccset.
Baszki, erről beszélek. Elmegy a hangom. Na szóval kommentálom a meccset, most nem tudom nézni a csetet. Na. Ajaj, Sasuke 1v2-be maradt. Nem tudom, hogy mi lett a srácokkal, pedig nagyon jól előre mentek és fektettek is két darab embert. De utána már nagyon szét voltak menve szerintem. Nem baj, nem hiszem, hogy ilyen könnyen fel fogják adni. Na mit sikerült megcsinálni az FF Creator-t? Sajnos nem sikerült, mivel úgy tudom, hogy már több feliratkozó szükséges hozzá. Tehát meg is néztem, a Európa csoportban már az van, hogy 5000 feliratkozó kell. Nézzük Demont, nézzük Sasuke-t, hoppá, nagyon szép, egy ember fekszik, Nexon, az ellenfél csapatból három enemy fekszik, és meg is van a meccs, nagyon szép, ez most nagyon gyors menet volt, GG, hello mindenkinek egyébként, jelenleg 1-1, hol lehet a top listára jelentkezni? Hát igazából, azt nem tudom én sem, mivel én csak live-olom az én klánomnak, de egyébként a Gabi erről sokkal többet tud, úgyhogy a Gabit kérdezzétek, de egyébként ugye a mi klánunknak már megvan a tét meccses csapatja, úgyhogy a... Nézzük Nexont. Nagyon szép, Edi, hoppa, ott valaki lefeküdt. Sasuke, aki sajnos kicsit előre merészkedett, és hát meg is kapta, ami neki jár, de az enemy csapatból már csak egy ember él, úgyhogy szerintem ez a meccs is meg lesz. Én nem kettő, mert felszedték egymást. Esti, Horváth és Jackson. Jackson, nem tudom. Nézzük. Így sajnos Nexon kicsit félre vitt azt a aimot. Nem akart fejre menni sajnos. 2v2 Bálint, vagyis Hashirama V meg Demon, aki még életben van. Nézzük Gabi mit tud csinálni kettő levetivel. Át sajnos belefutott az UMP-be, és sajnos 2v3-ba elveszítettük ezt a menetet. Hát nem tudom, eddig egy-két meccset mentünk, Zsolt, de majd az 1v1-nél megmondom, jó? De biztos jó játszol, mert azok a AN Hedik azért eléggé komolyak voltak, főleg 1v4-be. Nézzük most kicsit az ellenfél csapatot is. Eddig 1-2 az állás. Nem tudom, hogy a zenemi csapatból ki a vezető, de úgy látszik, hogy itt is a kettő lövetű a nyerő, meg az UMP. Varokon egyébként nem nagyon szoktak MP40-ezni az emberek, én úgy vettem észre. Hoppácska. 3v3 van jelenleg, vagy még 3 ember él. Most már csak 2v3, 1v3, és Gabit is megölték. Ez is egy eléggé gyors meccs volt. Hány éves vagy? 15. Nézzük az error egyet. Hát ez már egy keményebb menet lesz nekik, mivel eddig, amiket mentek, mindig megnyertek. Eddig 8 menetünk volt, és abból mind a 8 win. Tehát, hogy ez most változni fog, de nem hiszem, hogy a Gabi ennyibe hagyná. Gabi most MP40-nel próbálkozik. Hogy mennek, nem tudom.
Úgy látom, most egybe próbáltak menni, de még ennek ellenére is kicsit így külön vannak. Hoppá, itt egy enemi bemerészkedett a falba. Nexon elintézte szép. 4v2, hát ezt szerintem már elhozzuk. Na, örülök neki, Levi. Nem gyenge, ez az ST guild. Hát igen, az biztos, hogy nem gyenge. De ezt a kört elhoztuk. Lájkokat még nem is nyomtam. Ezért nyomok mindenkinek. Nem mondja senki, hogy így vagyok. Itt is mindenkinek nyomtam, fasza. A hangomért megint bocsi, hát sajnos ez most ilyen. Azért remélem nem túl zavaró. Nézzük Bálintot, vagyis Hashiramát. Ő nagyon szép, á sajnos, jó, nagyon szép. Sasuke megmentette Bálintot. Á sajnos demont fektették. Gyorsan előre kéne törni, hogy a nokkosokat be is tudják szedni. Jó, Bálint megmenti Gabit. Mind a négyen élnek, viszont mind a két csapatban voltak már nokkosok, nem is kevés. De mindenki felszedi egymást. Sajnos most Bálint ugyanazt megkapta, amit ő csinált a shotgunnal. És 1v4-be kerültünk, hát ez fordult a kocka, pedig itt is azt vettem észre, hogy simán el tudtuk volna hozni, mert 1v-n, nem tudom mennyi volt. Na sajnos ezt sem sikerült elhozni. Eddig 2-4 az állás. Nézzük Nexont. Miért most te csapatod jött? Hát a Gabiék csapatja jelentkezett erre a tétmeccses dologra. Meg hát most konkrétan jobb ez a csapat, mint az A. Tehát a klánban az A csapat az el van veszve amúgy. Ami hát igazából az én hibám is. De jelenleg ami jó csapat, az a Gabié. Nézzük. Nexont néztük, sajnos körbefalaszta magát, mert muszáj volt, de hát sajnos le is szedték, mivel kijött. Sajnos Nexon meghalt. Gabi hol van? Ajjaj, sajnos ő bent van a fájtok közepébe. Ez lehet, hogy nem lesz annyira jó. Jó, úgy látszik, hogy Gabi visszafutotta a többi emberhez, ez egy jó döntés volt. Hát sajnos Bálintot nokkolták. Viszont Sasuke nagyon adta itt a hediket. Sajnos ő is kicsit menekülni kényszerül. És ott egy jó ég három ember volt Sasuke-n. Gabi pedig itt egy emberrel fájtol, vagy nem is tudom mit csinál. Úgy veszem észre, hogy annyira nem vagyunk együtt. Tehát most is konkrétan mindenki külön volt. És ezért hozzá kell megint. Hát most megvannak, hogy kik mennek rumozni, srácok. Most ez előre megvan beszélve. Hát ja, szerintem is most kicsit nem figyelnek annyira. Nincsenek együtt. Oké, most egybe mentek, de...
Jó, nagyon szép. Ez mennyi? Két hedi volt egyszerre? Ez komoly. Ő nagyon szép. Ilyenkor kéne előre menni. És mennek is, ahogy látom. És nagyon szép. Na. Így kéne csinálni. Még szerintem most az enemi csapat is elbízta magát, mert ott open-en simán futottak, hát be is kapták a headit. Nexontól vagy Sasuke-tól, nem tudom ki volt az, aki dupla headi knockot lőtt. Hello, Kavaki. Most igen, én kommentálom. Mi a tét? De ezeknek a meccseknek az a tétje, hogy előrébb kerüljünk a top listán. Úgyhogy ja. De egyébként a Gabinál már láthattatok ilyen live-ot. Ott ő live-ozta más klánoknak a meneteit. Tehát Gabi csatornáján a top 10 csapatnak a meccseit fogjátok majd látni. Nálam pedig a saját klánomnak a meccseit. Tehát ja. Tehát a Gabinál másoktól is láthattok meneteket, mert ő a top 10-nek a meccseit live-olja. Viszont én csak az én klánomnak a meccsét fogom, úgyhogy ja. Most is nem tudom, mennyit értettetek ebből, mert elment a hangom, de mindegy. Mivel szerkeztem a videókat, Power Direktorral mindig. Ajjaj, most is Gabin rajta volt négy ember. Ez így nagyon nem jó. Mindegy, mivel most nem mi megyünk klánvalra. Most csak a Gabi csapatja izél, tét meccsezik. Sajnos most nagyon el vannak veszve szerintem a srácok. Nem tudom, hogy mi van. Ó, hello Tibi, ciao. Eddig 6-3. Még vissza lehetne hozni, de nem tudom. Most is például egy ember a mapnak a közepén megy, itt meg oldalt már nokkolódik a Gabi. Jó, oké, a Sasuke elintézett itt egy embert, de itt is ketten vannak. A Bálint az valahol ott a falaknak a közepén van. Nexont le is nokkolták. Hát nem tudom. Ez nekem kicsit fura, hogy most játszanak. Hát és itt már egyértelmű, hogy nem tud mit csinálni a Bálint 1v4-be, hát ez rip. Úgy látszik, hogy megvan az első vereségük Gabiéknak. És 65 néző, wow. Nem hittem volna, hogy ennyien kíváncsiak lesznek erre. Sajnos a hangom még mindig be van rekedve. Szóval is, srácok. Na, akkor még lesz még egy meccs. Ha a következő meccs döntetlen lesz, tehát ha a következő meccset mi nyerjük meg, akkor elvileg még lesz egy harmadik. Úgyhogy, ja. Ja. Gyorsan leadjuk az egyik akkunkat. Sziasztok. Nem tudom, hogy hívnak-e majd a Gabiék, vagy hogy most mi lesz. Ha a kövit mi nyerjük, akkor lesz még egy meccs, mert az azt jelenti, hogy döntetlen lett. De ha veszítünk, akkor ez egy 2-0-ás menet lesz. Léci, mondd el a neved. Milán. Ha még valaki nem tudná. Na, király, király. Azt várom, Gabi, hogy hívjatok. Hoppá, megkaptam az AK-t. Yeah.
fasza. A dupla de mídia chaca, as que não tinham. Hello, Dominic. Hello, I Fury. Hello, mindenkinek. Egyébként ez a csávó volt a videóba, mert bejelöltem. Igen, ez a csávó volt a videóba amúgy. Hogy akik régen megöltek, játszanak-e még. Bejelöltem és visszajelölt a srác. Sajnos most nem tudok menni játszani vele. De igen, most csak tét meccs lesz, mivel mondtam is, hogy ugye a Gabi engem megkért, hogy a klánomnak a tét meccsét live-oljam le. És a tét meccses csapat a klánomból, az a Gabiék csapatja. Most a visszavágóra várunk, de most a Gabi is offline lett, ahogy látom. Nem tudom, hogy most mi van, most biztos beszélik meg, hogy hogy visszavágó, vagy pedig nem tudom, megy a veszekedés, nem tudom. Hát most volt az első tét meccs, 7-3, most pedig várom a visszavágót. Hát ezt most nem feltétlen értem, Sebastian. Felolvasós videó. Ezt nem tudom. Mi akkor csak, most csak az videózhat, aki pró, meg nem tudom. Nem érzem azt, hogy ez lejáratás lenne. De hát te véleményed, te tudod. Na hívnak is, fasza. Na meg is van a meccs. Fasza. Ilyen Oksa Gabi király, király. Remélem a kövébe belehúztak. Úgy látszik, most megvan az ellenfeletek. Csak sajnos az meg a hangom mindig elmegy. Hát értem, hogy nem rosszból mondod, de én nem értem, hogy most ezzel mire akartál kiukadni, hogy nem is tudom amúgy, de mindig. Igen, lehet jönni a klánba egyébként. Most is volt pár ember, aki jelentkezett. Be is vettem őket, vagy hát aki rám írt, ugye. Jó, emlékszek még. C4 szed, emlékszek, jaja. Van kedvem, mehetünk Sebastian, de nekem most nincs room cardom, de mehetünk felőlem majd. Na mondjuk most a live után is van egy srác, akivel megyek majd. Úgyhogy ma nem hiszem, hogy tudok jönni, de ha majd megadod a neved, megbeszéljük privátba, és akkor mehetünk. Megint elment a hangom, fasza. Na nézzük, hogy most mit tudnak csinálni a srácok.
nézzük, Gabi előről megy, Bálint kerülni próbált volna, viszont nem hiszem, hogy Dezertel ilyen jó ötlet lenne belefutni az ellenfeleknek a képébe. Főleg úgy, hogy hárman vannak ott középen, de biztos. Jó, nagyon szép. Gabi lesorozta őket. Sasuke JT fekszik. Nexont nézzük. Nagyon szép. Hajrá. Nézzük Gabi. Jó, Gabi még él. Szép. Endeli a nokost. Egy ember él, viszont Sasuke is lefeküdt. Itt a Gabi ideje. És nagyon szép lett volna, de sajnos jó, és Gabi visszamegy Sasukeért, nagyon jó. Ez jó döntés volt szerintem. Nagyon szép. De hogy vannak hárman az ellenfél csapatból? Nem ketten éltek az előbb. Jó, nagyon szép, Gabi. 1v1 van, 1v1. Gabi vs. Kis Danyi. Ő nagyon szép, nagyon szép. Szép. Hát ha úgy vesszük, Gabi ezt 1v3-ba hozta le kb. Hát nem, 1v1-be, vagy 1v1-et nem fogok live-olni, mivel izé. Egy az, hogy laggolnék, és nem tudnék úgy játszani. A chat belelúgna konkrétan a képernyőmnek a közepébe. Oksát, figyelj, én fent voltam, néztem, hogy jelentkeztél, Tobi. Be akartalak venni, de nem jelentkeztél. De a live után majd beveszlek akkor. Ebből sem tudom, mit hallottatok, vagy mit hallottál, Tobi. A live után beveszlek, az a lényeg. Nézzük. Hoppá, Sasuke, nagyon szép. Hű. Azért mennek itt a hedik, meg minden. Nézzük Nexont. Ajjaj. Sajnos Gabit lefektették. Megint 2v3 pedig. Jó, 2v2, nagyon jó. Jó, gyerünk. Nem, ez mi volt? Ja. Fú, bakker. Ez eléggé 200 IQ volt. Hogy oldalt mennek ilyen gyorsan. Le se tudták reagálni konkrétan. Omlet név. Azt hiszem, hogy Draco igazi, de nem szoktam használni az omletet csak live-olásra, úgyhogy ja. Nézzük Gabit. Sasuke. Nexon, jó. Gabi felszed Bálintot, nagyon jó. Nexon sajnos meghalt. Sasuke beleugrik a hedibe. Ajjaj. Hát sajnos egy ember pedig hátba volt. Sajnos nem vett észre Gabi. És ez így biztos halál sajnos. Nem baj, 2-1. Mi a neve, amivel élőzöl? Omlet Arcade. Azt hiszem PlayerWise-ról nem lehet letölteni, de Google-ról simán le tudod szedni. Ez ilyen live-olós alkalmazás. Én nekem bejön.
Stem 2v1 befeküdnél Rolival? Hát figyelj, mondom, mehetünk 1v1-et, aztán majd meglássuk most. Erre mit tudok mondani? Nem kell itt verned magad, hogy 1v1-be, meg így, meg úgy. Figyelj, menjünk. Felőlem mehetünk, ennyi. Most úgy is akarok gyakorolgatni 1v1-be, meg ilyenek, úgyhogy felőlem játszhatunk. Add meg a neved, Facebookon vagy valami, aztán majd ott megbeszéljük. Megbeszéljük ott, ennyi. Hát mehetünk ma is. De nem, nem kellett volna letiltani. Ő kiafkolta ellenfél csapatból az egyik ember. Ajjaj. Hát figyelj most, és jöhetnek hátból is, tök mindegy, most ez var, most mindenki belead mindent, most mindenki szétdarál mindenkit, mindenki oldalba jön minden. Hát tudom. Én Sasuke itt maradt hátul, mert tőlök is kiafkolt egy ember. Nem, nem afkolt ki. Akkor mehetni. A Sasuke JT itt vár hátul, amikor 1v4-ben vannak a többiek. Vagy 3v4-ben a... Már visszajött a negyedik emberük. Ajjaj. Mindegy, nem tudta Sasuke. Nem tudhatta, hogy visszajött az emberük. Jó, nagyon szép. Eddig nyerésre állunk. Még úgy is, hogy hátul maradt Sasuke. Na nem. Na mindig felszedik a nokkosokat, az a baj. Hogy nem baj, de erre figyelni kéne a többieknek, hogy a nokkosokat mindig endeljék, vagy pedig rájuk menjenek. A kis Dark Master. Ha nem kell, Zek, köszi most. Figyelj, most mondtam a gyereknek, hogy adja meg a nevét, ráírok, azt mehetek. És te gondolom, várumja meg, nehogy már te áld amúgy, de amúgy csáó. Nem is láttam, hogy itt vagy. Na, nehogy már még a terumod menjen el ilyenre. Na, eddig 2-3. És eddig mi vezetünk. Oké, és köszi szépen. Figyeljetek, majd max lesz megint ilyen live, hogy 1v1 live. Mit tudom én, megint a Gabival majd csinálunk egy ilyet, hogy 1v1 live, és akkor lehet jönni majd. Tehát az biztos, hogy live-ba konkrétan háromszor szarabb lesz, de nem baj. Hú, nagyon szép. Volt egy head is. Ajjaj. Nem tudott átmenni sajnos Bálint. Á, bakker. Hát igen, a Soti. Jó, nagyon szép. Gyorsan Gabi szed fel a többieket. Jó, szép. Tudja már Gabi, mit kell csinálni ilyenkor. Hát igen, szerintem visszanézhető lesz a live. Nagyon szép. Eddig 2-4. Na, ezt a meccset már vezetjük.
Úgyhogy lehet, hogy 3 menetes lesz a meccs, vagy a menet. Hát igazából ez már nem tudom, attól függ, szóval még az ellenfél csapat is simán visszahozhatja, és akkor már nem lesz 3 menet, mivel akkor már hiába lesz visszavágó, így is úgy is 2-1 lenne belőle, szóval. De ha ezt most lehozzuk, akkor még lesz egy meccs, hogy eldőljön, hogy ki nyer. De hajrá, én szurkolok nekünk. Gyerünk, Gobi! Sajnos Sasuke nokkolódott. Jó, nagyon... Jó. Majdnem az ellenfél csapatnak mondtam, hogy nagyon szép. Úgy szép is volt a Hedi, csak hát... Saját klánomnak szurkolok, sorry. 1v1 van. 1v1 van, hajrá Bálint. Bálint VS, ki? Nagyon szép. Ez ott volt. 2-5 fasza. Nagyon nagy hülyeség Scar-t venni. Hát nem hülyeség Varon, nem hülyeség távolít venni. Hát figyelj, oké, Mark. Még ma este is mehetünk, ha akarsz. De te tudod. Nekem holnap is jó, úgyhogy. De oksa. Mikor lesz új videó? Ma is volt, de lehet holnap lesz, nem tudom. Előre nem tudom. Srácok, most live-ban nem fogok egyezgetni. De majd lehet megint lesz olyan live. Közben itt szerintem ez a Jagon megint kiafkolt, vagy felment a pingje, vagy nem tudom. Sajnos bedarálták, de most ez ellen mit lehet csinálni? Közben itt eléggé nagy meglepetést okozott. Nexonnak, vagy ki volt ott. Ez a másik ellenfél, aki onnan kiugrott. Sasuke sajnos nokkos, Gabi él, Bálint is él, de hátba szedik. Nem tudom, Zsolti, nem én csinálom a rumort, baszki, nem tudom kimondani. Aha, van. Van József. Már ki is bontam. Csak neked. Remélem hallottátok. Fasza. Esti game-re hoztam ide. Most hell. Na várj, már mi lett az előző meccsből? Hát megnyerték az ellenfelek. Igen, az is van. De azt most nem fogok inni. Ó, köszi Attila. Oké, és Sebastian. Amint vége a live-nak, rádírok, aztán megbeszéljük, hogy mikor megyünk, és ennyi. Ajaj, Bálint lefeküdt. Még hárman élünk. Az enemi csapatból is nokkos egy ember. Nexon nem vett észre, hogy hátból van egy ember. Jó.
Űmennyen vannak ott te. Jó. Na most egyből nokkosra tendeld. De nézd meg, megint elfut és föl fogják szedni a nokkost. Jó, nagyon szép. Jó, mondjuk ez 200 IQ volt, nem mondom. Jó. Na ez az, tudni kell, hogy mikor kell előre menni. Csak az a baj, hogy sokszor ezt csinálták, hogy ott hagyták a nokkost és fölszedték, és ezért veszítettünk. Most jól csinálta a Sasuke. Most tudta, hogy mikor kell előre menni. De a nokkost azt sose szabad ott hagyni. Igen, Naruto mentem. Hát jó kikaptam, de én megtettem mindent, ami tőlem telik. Úgyhogy én nem is bánkódok miatta. Hát az biztos, hogy eléggé nagy ellenfél volt. Benne vagy valami tétbe? Hát nem. És milyen tétre gondoltál? Diatétre vagy milyenre? Hát most egy az, hogy így random, egy V1 miatt, meg ilyen miatt nem fogok elbaszni diát, ha veszítenék, úgyhogy ja. Ajjaj, Nexon egyedül van két ember ellen. Jó, szép. Ki előtte van az ember, már nagyon lovos, jó, nagyon szép. 1v1 van, így. Ajjaj. Igen, van. Az előbb már mondtam, hogy van kávés. Akármi. Figyelj, szerintem ilyenekkel ne bajlódjunk. Dehogy adom oda. Figyelj, ne hülyéskedj már, Sebastian, most mindketten tudjuk, hogy ez nem igaz. Maxió behúzná és ennyi. De én mondom, megyek veled egy 1v1-et szívesen. Kész, lejátszuk, cső. Ajaj, sajnos tőlünk meghalt már egy ember. A kis Dark Master. Jó ejt akkor. Jó. Gabin két ember van. Három, mert hátból is. Ű, nagyon szép. Nagyon szép. Ajaj. Gyerünk Nexon. Egyenem él. Rajtad a világ szeme. Meghalnak a körbe az ellenfelek. Körbe fognak meghalni. Hát ez rip. 7-4. Oké, de ilyenbe úgysem megyek bele, szóval nem fogok semmi tétet meg ilyet csinálni. Egy sima 1v1-et megyünk, ennyi. Én ebbe vagyok benne. Ha neked ez nem tetszik, akkor nem kell kihívni. Ennyi. Na, ezt elég szépen elhoztuk. 7-4. Fasza. Az a baj, meg amúgy is én a FF csopiban nem nagyon szoktam aktív lenni, mivel nem nagyon érdekel, hogy mi megy ott, úgyhogy ja. Úgyhogy én abból ki szeretnék maradni jó nagy ívből.
Na akkor gondolom most lesz egy mindent eldöntő menet. Ja, elfogadom, Tobi. Az jó, kész. Jó, bent is vagy. És már hívnak is a srác, ennyi. Nekem is mennem kéne, lehet. Nem mondjam, hogy tegyetek be engem is. Tegyetek be engem is. Á, nem. Tiszta bot lennék. Össze-vissza laggolnám magam a geci. Szét laggolnám magam, azt elhiszitek? Mi a neved? YouTube M. Mi a neved? Aztán majd visszaírok. De az a baj, már nagyon nem akarok máma ilyenekkel foglalkozni. A Márkkal mentem volna még máma egyet, de ő elmegy, akkor vele holnap megyek. Aztán megmegyek még játszani a srácokkal, azt ennyi. Töröl Attila. Ja, török. Jó. Értem. Oksa. Figyom, akkor majd visszaírok. És akkor majd megbeszéljük. Milyen akkod van? Igen, igaz, Naruto. Azon játszok. Figyelj, van Akkunt bemutató videóm. Igaz, az már elég rég volt, de ha érdekel esetleg az Akkunt bemutató videó, akkor nézd vissza nyugodtan. Most mi a szar van? Na, gratulálok hozzá, Martin. Te azt kérdezik, hogy előzőbe kivetsz kárt. De nem értem, hogy most kifogás akar lenni, mivel Varon ér a távoli fegyver. Jó, az AVM meg ilyenek nem, de... Igen, Scar-t lehet venni. Lehet minden fegyver, csak gránát nem. Hát azért AVM-et azért nem vennék én. És a Mach 7 is ér, ha úgy nézzük, úgyhogy... Köszi, Fury FF. Jött egy néző tőlük is szerintem. Így, zombi szamuráj, gyenge vagy, mert nincs benned elég gyűlölet. Fű, öcsém. Ez idézet. Ez oda basz. Szerintem a ST horvát a vezető. 69-es, na az komoly. Az a nem mindegy. Az a nem mindegy, hogy ki hány leveles. Mennek a taktikák. Itt is mennek. A Nexon az úgy néz ki, mint az Imadgan öcsém. Tiszta Imadgan már.
hogy hívják azt a gyereket, vagy srácot, vagy nem tudom kit. Hát most jó előre ment. Ügyöcsém, ha látnátok, milyen dara megy itt a jó ég. Azt rohadt. Üte. Az igen. Geci, bekresselt a játék. Köszi, Robert. Jaja. Figyelj, múltkor is mentem a tagokkal 1v1-et, aki fent volt. Úgyhogy, ja. Ezt megkaptad, Dominik. Ez jó volt, Tobi. Most ezért adok egy moderátort neked. Csak neked, speciálba. Öcsém. Ez a nem mindegy. Az a nem mindegy, hogy valaki ilyen beszólásokat tud tolni. Jó. Most mi állunk nyerésre? Nézzük a magyar imadgant, imedgen, vagy hogy kell mondani. Csém, imadgan itt van. Itt van a Vincenzo, a magyar Vincenzo, csém. Magyar Vincenzo. Nézzük, magyar imadgan, öcsém, azért ott volt Hedi. Megérkezett a magyar imadgan, ennyi. Azért ez a nem mindegy. Tiszta imadganok vannak itt, Vincenzók vannak. Nézzük a magyar Vincenzót. Hungarian Vincenzó. Nézzük itt, kik vannak. Itt van a magyar, nem tudom ki, magyar, kik vannak még, nem tudok még neveket. Jó. Csőcsém. Zé. Magyar imadgan megérkezett. Remélem, hogy látjátok. Ja, magyar BNL, ja. Jelentkezz. Mindig vannak új helyek. Ujjjjj. Ajjaj. A magyar Vincenzó nokkolták. A magyar Walkefefe. Ja, de az olyan skin kéne. Az olyan skin kéne amúgy. És ez imadganos skin. Gabi Vincenzo skinben van. Ma a felső. Ki a kedvenc játékosod? Nézd rá a nevemre és megtudod. Ja, nem a csatorna névre. Ez kicsit egoista lenne. A játékos nevemre.
Magyarok. Csű. Ez a nem semmi. Be van indulva, hát. Beindult a Nexon. Mondom, hogy ő a magyar imadgan. De nem látja, nem látjátok. De be van indulva rendesen. Szerintem kicsit túltolja. Úgy be van indulva, mindenkit lefektet. Ajjaj. Az mi? Azt láttátok, geci? Dupla hedi, vagy nem tudom, mi volt az. Ennyi. Itt van a magyar imadgan. Mennyi? Itt a magyar izé, White 4. Mondjuk az a Tibi, de nem baj. Ki szokott még izébe lenni? Nyulaszkinbe, aki videós. Nézzük a magyar Vincenzót. Magyarországra kirendelt Vincenzót. Ujjjj. Mik lesznek itt? Nézzük Vincenzót. Itt van előtte több enemi. Ajjaj. Ajja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 j
Vincenzo, Imad Ganis. Nézzük, itt van Bálint. Nézzük Vincenzót. És gyerünk. Á, sajnos lenokkolták a magyar Vincenzót és Bálintot is. Nem baj, nem baj. Ő a magyar Twist FF. Megvan. Twist FF. Mert ő szokott zombi szamurájba lenni. Nézzük most a magyar Imadgant újra. Miért nem PC-n játszol? De azért, mert nincs rá pénz. Nézzük, mit kezd a magyar Imadgan. Milyen telód van? Redmi 8. Magyar Vincenzo, igen. Itt van előtte Dimadgan. Üss, ajjaj. Háta mögött is volt egy ember. Nem baj, váltunk magyar Vincenzóra. Gyerünk, ott volt előtted. Ujjjj. Nézzük Bálintot. Üss, és 2-4. Ezzel vezet az Overpower Guild. Ennyi. Most Overpower vs Hiroshima megy. Ezt azért remélem, hogy tudjátok.
Mi vagyunk a magyar overpower. Ennyi. Nincs árumom sajnos. Hát mert sajnos akkor már laggolnék. Úgyhogy smooth-on szoktam meg a játékot egyébként amúgy is. Nézzük magyar imatgon. Várjál, ma az imatgon az a Hiroshima-ban van, nem? Nem baj, most át az overpowerbe. Mondjuk azt. Már a Vincenzo sincsen az overpowerbe, szerintem. Üss, szóval kapta be te? Nézzük. Sajnos a magyar Vincenzo is meghalt, és a magyar Twist FF pedig pisztolyjal lőtte le az enemit. Te jó ég. Soros, ez is sorosak. Szorosak lettek itt a menetek. Igen, magyar bekkajhan, jaja. Mondom, mi vagyunk a magyar overpower, ennyi. Nézzük. Overpower vs Hiroshima Guild Wart láthatunk. Official Overpower vs Hiroshima. Úristen, micsoda hedik. Üss! Ez ilyen magyar imadgan kicsit bekeményedett, úgy látom. Magyar imadgannal nem bírtok, öcsém. Nem bírtok vele. Mi lett a Nexonnal, te? Ha mi lett vele? Megivott egy pohár kubut, vagy mi? Úgy látszik, hogy ebben van satok attól a gyerek. Nem bírtok vele. Ő már van kényelmesedve. Hát van satolgat össze-vissza. Szegény srác nem nagyon tud mit csinálni ilyen komoly ellenfelek ellen. Magyar Vincenzo ellen, meg a magyar Imadugan ellen. Hello, Mark. Nem, előbb is elmondtam, hogy nincsen rumom, de akkor elmondom még egyszer. Hát most egyértelműen a zombi szamuráj, ami megvan nekem. De egyébként a Season 1-es Elite Pass, Season 7, Season 2. Nézzük. Magyar Twist FF. Tű. Azért Sasuke is osztogat pár hedit. Ajaj, Bálintot is Demont lenokkolták. Nem baj, itt van még Sasuke és a magyar Imadgon. Ajaj, micsoda hediket ver. Sajnos kijátszották a Imadgont. Mióta játszol a játékkal? Hát a beta utáni update kor kezdtem, azt hiszem. Az meg tényleg nagyon régen volt. Most mi történt? Most ki nyerte meg? Nem baj, még mindig mi vezetünk 5-4-re. Hát figyelj, már volt pár live amúgy.
Volt egy, amit leszettem, mert az sajnos megállt. De egyébként volt ilyen 9 órás live amúgy. Most meg igazából csak azért live-olok, mert a Gabi megkért arra, hogy live-ozzam le a tétmeccses meccset. Úgyhogy most csak azért van live, ugye, mivel live-ozom ezt a tétmeccset. Közben a magyar imadgam már megint nem bír magával. Gyerünk, és leütötték, hogy mi volt ez. Nem baj, GG. Nagy GG. Eddig 6-4 ecseim. Úgy látszik, hogy mindenki bekeményedett a Gabiék csapatjába. Az első meccset elveszítettük, elég szarul, de úgy látszik, hogy mindenki lehúzott 2 deci kubut. Gabi is lehúzott 2 deci kubut, már Woodpeckerrel megy öcsém, ő már nem törődik vele. Úgy látszik, most kicsit elcsendesedtek a dolgok, pedig most kéne agresszívnak lenni, mivel nyerésre állunk, de ajjaj. Úgy látszik, az enemi csapat se hagyja magát olyan könnyen. Ja, Tobi, az biztos, öcsém. Szerintem a Gabiék lehúztak egy pohár kópos kólát. Ezt már nem bírnak magukkal. Az adrenalin löket meglátszik rajtuk. Hű, az milyen hedi volt az Isten. De ezért már bannolna a játék. Ajjaj. 1v2-be maradt szegény Bálint. Na, üss. Gyerünk Bálint, hajrá! Há, nem baj, szép volt. De hogy nem játszol? De azért, mert a Gabi vezeti a tétmeccses csapatot. Én meg túl nub vagyok oda. Nem amúgy. Azért nem, mert ha én mennék, akkor túl egyoldalú lenne a meccs. Sajnos. Nem amúgy. De Gabi nem akar engemet elvinni, mert olyan pró vagyok, hogy azt hiszik, hogy hackkelünk. Igen, majd írok. De nem hiszem, hogy ma már tudok menni, ma még. De majd holnap mehetünk, Attila. Na mi folyik itt? Magyar imadgant lenokkolták. De itt van még a White 444. Ajjaj, hát őt is lenokkolták. Nem baj, él még a... Ajjaj. Nem tudom, mi történik most amúgy. Jaja, ezt jó mondott Tobi. Ha én mennék, akkor már kicsit feltűnő lenne. Már kicsit gyanús lenne, hogy itt valami
hackkelés dolog van a képbe. Nézzük. Mihez kezdenek Gobiék? Nehogy visszahozzák az enemik. Le van hűlve a levegő, csendes levegő, minden. Érződik a feszültség a légkörbe. Az Overpower vs Hiroshima döntő menetét láthatjuk. Ott kiugrott a Twist FF, de annyira túl van a pörögve a srácok, hogy észre se vették, hogy 3 centivel előttük ugrott ki az enemi az ablakon. Jó, nagyon szép. Szerintem nagyon izgulnak amúgy. Üh, azaz. Nagyon, nagyon szép Bálint. De a nakkosat be kellett volna endelni. Mit csináltok? Jó, nem baj, nagyon szép, nagyon szép. Jó. És ott is van. Ezennel a magyar Overpower megnyerte ezt a két meccset. Köszönjük a részvételt. Nem amúgy viccen kívül GG. Error 1 vs Secret 2-1 GG. Ugyanaz a felállás kell. Biztos. Na, GG mindenkinek. Overpower vs Hiroshima. Overpower win. Köszönjük a részvételt, nektek pedig a nézést. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, srácok! Majd még biztosan érkezni fognak ilyen live-ok, majd a kedves Gabi értesít róla, és én meg lelájvolom. Na, szevasztok!